Egészségügyi okok miatt ismét felfüggesztette programjait a pápa. Újabb figyelmeztetés a Vatikán részéről a német püspököknek. Egy béranyától született nő küzdelme a béranyaság ellen. Itt a római riportokban. Mielőtt Ferenc pápa elvonult nagybőti lelki gyakorlatára, három vatikáni bíboros levelet írt a német püspököknek, amelyben nyomatékosították a Vatikán kérését, hogy halasszák el a püspökök szavazását a zsinati bizottság létrehozásáról. Ferenc pápa már korábban is óvaintett ettől. Dalle volte sento una grande tristezza quando vedo qualche comunità che con buona volontà ma sbaglia la strada perché pensa di fare la chiesa in raduni e come se fosse un partito politico. A Vatikán bejelentette a migránsok és menekültek 110. világnapjának témáját is. Isten az ő népével jár. Idén szeptember 29-én tartják meg ezt a napot, amelyet az erőszak, az üldöztetés és a gazdasági kihívások miatt otthonukból elűzöttekre való emlékezésnek szentelnek. A hét folyamán a pápai ház prédikátora, Raniero Cantalamessa bíboros a közösségi médián keresztül egyperces elmélkedéseket tartott, hogy az emberek részesei lehessenek a pápa és a római kúria tagjai lelki gyakorlatának. A bíboros minden héten tart nagybőti prédikációt is. Az ukrajnai invázió kezdete óta Ferenc pápa szinte minden egyes nyilvános megjelenésén felszólított a békére. Fermate questo massacro. Volt, hogy könnyekig meghatódott. Máskor katonafeleségeket fogadott. A 2022-es keresztút során lehetőséget adott egy orosz és egy ukrán nőnek, hogy a békejeleként együtt vigyék a keresztet. Imádkozott Mária a béke királynője ikonja előtt a római Santa Maria Maggiore bazilikában, ugyanott, ahol elődje 15. Benedek pápa imádkozott az első világháború befejezésekor. 2022. márciusában pedig Oroszországot és Ukrajnát is Mária szeplőtelen szívének ajánlotta. Il popolo ucraino e il popolo russo che ti venerano con amore ricorrono a te. Mentre il tuo cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati della guerra. Ferenc pápa az imákon túl bíborosokat küldött Ukrajnába, hogy ezzel is kifejezze közelségét a háború érintettjeihez. Diplomáciai erőfeszítései pedig a háború alatt Oroszországba hurcolt ukrán gyermekek hazatérését segítették. Ferenc pápa egészsége újra a hírekbe került. Szombaton a Vatikán bejelentette, hogy a pápa találkozóit felfüggesztették enyhe influenza miatt. A Szentatya az utóbbi időben nehezen lélegzik, azonban munkatempóját nem lassította. Sőt, egy hetes lelki gyakorlata után a zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát. Megemlékezett az ukrajnai háború kitörésének második évfordulójáról is. Mentre rinnovo il mio vivissimo affetto al martoriato popolo ucraino e prego per tutti, in particolare per le numerosissime vittime innocenti, supplico che si ritrovi quel po' di umanità che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica. Aggodalmát fejezte ki a nigériai emberrablások fokozódása, valamint a Mongóliát sújtó rendkívüli hideg hullám miatt is, amely az országot humanitárius válságba sodorta. A Vatikán hétfőn közölte, hogy a pápa enyhe influenza-szerű tünetei miatt az aznapi találkozóit lemondták. A Vatikán aggodalmának adott hangot a németországi szinódus utolsó szakasza miatt. A szinódus tagjai ugyanis egy új irányító testület létrehozását tervezik. A Vatikán szerint azonban ennek nincs kánonjogi alapja.
A Vatikán levelet küldött a német püspökkari konferenciának, amelyben kifejezi kételjeit az új irányító testület, az úgynevezett szinódusi tanács természetével kapcsolatban. A levélben a vatikáni vezetők emlékeztetnek arra, hogy ezekre felhívták a német hierarchia figyelmét 2022-es római látogatásuk alkalmával is. Emellett egy másik levélben kifejezetten arra kérték őket, hogy állítsák le ezt a projektet. Korábban maga Ferenc pápa is kifejezte aggodalmát, amikor kijelentette, hogy a német szinódus az evangélikus vagy protestáns egyházak nyomdokaiba lépett. Georg Betzing püspök 2022-ben így vélekedett erről. Igen, azt hiszem, minél messzebb vagy Németországtól, annál erősebb ez az érzés. Igaz, hogy Németországban nagy a közelség a katolikus és a protestáns egyház között, és nagyon nagyra értékeljük egymást. De mi különbözőek vagyunk. A katolicizmus sajátossága pedig az, hogy mi egy szentségi és hierarchikusan szervezett világegyház vagyunk, és ekként is akarunk maradni. Németország esete ritka. A Vatikán gyakran hagyja jóvá a püspöki konferenciák által világszerte támogatott szervezeteket, amelyek nem sértik az egyház hierarchikus tekintélyét. Ilyen többek között az Amazonas régió püspökei által támogatott lelkipásztori és szociális projekt. A német püspökkari konferencia visszalépett, miután ultimátumot kapott a római kúria három befolyásos bíborosától, akik azt kérték a püspököktől, hogy ne szavazzanak tovább a szinódusi bizottságuk alapszabályáról. A német püspökkari konferencia közgyűléseként nagyon komolyan vesszük a Rómából érkező levelet, és ezt nagyon fontos világossá tenni. Ezért nem szavaztunk a zsinati bizottság helyzetéről. A bizottságot 2023. novemberében hozták létre, bár az alapszabályról még nem szavaztak. Mivel a Vatikán szerint ez a bizottság nem felel meg az egyházjognak, ha a szavazásra sor került volna, akkor azt semmisnek tekintették volna. A szinódusi bizottság egyik ellentmondásossága, hogy nem csak a pápa, de a püspökök tekintélyét is megkérdőjelezné. A német püspökkari konferencia azonban így vélekedik. Mindent meg akarunk tenni, hogy válaszoljunk Róma aggodalmaira, amelyeket a levélben kifejezett a püspöki kar helyzetével kapcsolatban. A szinódus nem a püspöki kar gyengítésére, hanem annak megerősítésére törekszik. Semmilyen módon nem akarjuk korlátozni a püspökök tekintélyét. A német püspökök szerint a római szinódus és a német szinodális út ugyanabba az irányba halad. Elismerik a Rómával való folyamatos kommunikáció szükségességét is, és jelezték, hogy hamarosan újraindítják ezt a párbeszédet. Első alkalommal állt nyilvánosság elé két korábbi szerzetesnő, akik azt állítják, hogy a mozaik művészként is ismert Márko Rupnik atya zaklatta őket. Egyikük azt mondja, hogy pszichológiai, lelki és szexuális bántalmazás áldozata. Talajvesztettséget, zavart éreztem. Azt éreztem, hogy az integritásom és az Istennel való kapcsolatom súlyosan megsérült. Számomra ez a legfájóbb pont. Egész lényemet, testemet, lelkemet és szellememet mélyen megalázták. Nyomasztó teher ez a szívemen. Olyan teher, amelyet csak Isten, az igaz, a szeretet tud életté változtatni. Rupnik atyát kizárták a jezsuita rendből, mert a bántalmazás vádjára nem volt hajlandó válaszolni, és megszegte engedelmességi fogadalmát. Az állítólagos áldozatok azt követelik, a Vatikán biztosítsa azt a tisztállátást, amely lehetővé teszi, hogy tovább léphessenek az ügyben. Ez olyan ügy, amely megérdemli az átláthatóságot. Véleményem szerint az áldozatok és a jezsuiták is megérdemlik, és a hívek is, akik a templomokban imádkoznak és szembe találják magukat Rupnik valamelyik mozaikjával. Miközben a hittani dikasztérium információkat gyűjt az esetről, mindkét nőt tanúskodni hívták. Eközben ők más bírósági lehetőségekben is gondolkodnak. Van elévülési idő is, ezért alaposan átgondoljuk a dolgokat. De mivel a Szentatya a kanonikus fórum elé vitte az ügyet, van mozgásterünk.
Amennyiben a Vatikán doktrinális hivatala bűnösnek találja Rupnikot, az ítélet a papságból való kizárását eredményezheti. Megkezdődtek a Szentpéter Bazilika egyik központi részének felújítási munkálatai. A Bernini 17. századi baldahinjának restaurálására irányuló 10 hónapos projekt sajátos kihívásokat rejt. Ebben az esetben a nehézséget az alakja jelenti. Ezen túlmenően ott van a sokféle anyag miatti kihívás, mert nem csak eggyel van dolgunk. Van itt bronz, fa, gipsz és kő. A munka 3 szakaszból áll. Az állványok és a munkaterületek felállítása, a felmérések, végül pedig a helyreállítás. A javítási munkálatok előtt a restaurátorok időt szenteltek a baldahin tanulmányozására. Először a port távolítják el, majd a mennyezet törött részeinek és a fán lévő repedések kijavításán dolgoznak a 10 emelet magas baldahinon. A munkálatok a tervek szerint a Szent Kapu december elejé megnyitása előtt befejeződnek. A lefagyasztott embriók gyermekek és jogi személyiséggel rendelkeznek. Ez az amerikai Alabama állam legfelsőbb bíróságának új döntése. Amerikai bíróság most először védi az életet a fogantatás után ilyen korai fázisban. A 8-1 arányú döntés olyan szülők peres eljárásának az eredménye, akiknek az in vitro megtermékenyítési eljárásból származó fagyasztott embrióit véletlenül megsemmisítették. Az ítélet szerint minden emberi lény már születése előtt Isten képmását hordozza, és az életet nem lehet elpusztítani anélkül, hogy Isten dicsőségét ne csorbítanánk. Az alabamai döntés miatt egyes mesterséges megtermékenyítésre irányuló szolgáltatások már leálltak az államban jogi aggályok miatt. A Nemzeti Embrió Adományozási Központ szerint csak az Egyesült Államokban akár 1 millió lefagyasztott embriót is tárolhatnak. A függőséggel küzdő fiatalok itt életmentő segítséget kaphatnak. Az Új Horizont nevű projekt reményt, gondoskodást és közösséget kíván nyújtani azoknak, akik drog, alkohol, szex, szerencsejáték vagy egyéb függőségekkel küzdenek. Valentina a projekt egyik korábbi résztvevője. Most az egyik központban dolgozik Róma külvárosában. Egy bizonyos ponton megtapasztaltam a lélek halálát, az élet értelmetlenségének érzését. Úgy éreztem, hogy el akarom dobni az életet, mert ha az életnek nincs értelme, akkor az ember úgy érzi, hogy nem tud lélegezni, úgy érzi, hogy nem talál értelmet. Ehelyett az Új Horizontban megpróbáltam minden nap megélni az evangéliumot, amit mi közösségként, családként együtt próbálunk megtenni. Így tértem vissza az életbe. A kőszívem húsvér szívvé változott. A központokban imádságos légkör uralkodik. Az ott dolgozó személyek az evangéliumi értékek kifejezésre juttatásán és annak kialakításán fáradoznak. A napunkat Isten igéjének hallgatásával és az azon való elmélkedéssel kezdjük. Utána a Szentlélek segítségével megkérdezzük magunktól, mit akar ma nekem Jézus mondani. Itt az a szép, hogy Isten minden nap a szívemhez szól és mindannyiunk szívéhez. Minden nap tanulja lehetek és szemlélhetem, hogy ez hogyan változtatja meg az életemet. Megváltoztatta az én szívemet és az összes résztvevőjét, akik az Új Horizontban vannak. Az Új Horizont projekt tagjai küldetésüknek tekintik, hogy lemenjenek testvéreik poklába. A reményt vesztetteket imádsággal, pszichológiai gondozással és közösségi élettel segítik a továbblépésben. Ezeken a polcokon a spanyol irodalom történelmi kincsei találhatók. Például Cervantes-től a Don Quixote első kiadása, amelyből vélhetően csak 30 példány létezik, vagy Lope de Vega, illetve Quevedo színműveinek eredeti kéziratai.
Mostantól ezek a könyvek már elérhetők, a több mint 4000 mű digitalizálásának köszönhetően. A Spanyol Királyi Akadémia a dokumentumokat szekciók szerint osztotta fel, és ezek közül egyet kizárólag a vallásnak szentelt. A szövegek között található egy 1572-ből származó biblia is, de pápák történetéről szóló könyvek és teológiai szótárak is. A barcelonai Sarotlan Kármelita atyák nyomdájának köszönhetjük ezt a kötetet 1724-ből, amely egy levelet is tartalmaz a Viai Szent Teréztől. A közel 500 oldalas könyv első levele 1576-ban kelt, 6 évvel a szent halála előtt, és Teréz az akkori spanyol királynak címezte. Nelly León chilei nővér ezekkel a szavakkal vette át a 2024-es Zayed díjat az emberi testvériségért. 6 évvel ezelőtt Ferenc pápa meglátogatta azt a börtönt, ahol az elmúlt 20 évben jó pásztornővérként szolgáltam. Ott emlékeztette a nőket, hogy bár szabadságuktól megfosztva élnek, a méltóságuktól soha nem fosztják meg őket. Nelly nővérnek a kiszolgáltatottak szolgálata iránti hivatása akkor született meg, amikor egy chilei iskolában szemtanúja volt egy fiatal lány megerőszakolásának. 180 fokos fordulatot hozott, pedig már terveim voltak. De abban a pillanatban azt mondtam, tennem kell valamit ezekért a lányokért. Ez a pillanat inspirálta a nővért arra, hogy elkezdjen marginalizált nőkkel, különösen rabokkal foglalkozni, ami azután elindította a Nő Állj Fel nevű alapítványt a rabok társadalmi reintegrációja érdekében. Az alapítvány szociális és pszichológiai ellátást nyújt a raboknak, valamint otthont biztosít a szabadultaknak. A rabok anyjukként tekintenek Nelly nővérre. Nunca me he sentido mala. Egy nő azt mondta nekem, soha nem éreztem magam szeretve. Nem tudtam más tenni, felálltam és megöleltem őt. Ez volt minden, amit tehettem. Az édesanyja soha nem szerette őt, bántalmazta, és meg is erőszakolta. A nagyapja nevelte fel, de amikor 12 éves volt, a nagyapa meghalt, és Dina az utcára került. Utcagyerek volt. Ezután születtek meg az ikrei, akiket a chilei fiatalkorúak szolgálata elvett tőle, és soha többé nem látta őket. Aztán volt egy olyan partnere, aki éces volt, így Gina abban az időben szintén a vírussal élt. A börtönben kezelést kapott, de a betegség nem múlt el. Ez egy nehéz élettörténet volt. Nelly nővér szerint ezek olyan történetek, amelyek újabbakat hordoznak, mert átadják a következő generációknak. Az alapítvány arra törekszik, hogy ezeknek a marginalizált embereknek fordulópontot kínáljon. Gina nagy hatással volt az életemre, ami a nők befogadását és az előítéletmentességet illeti. Senki sem tudja, mind ment keresztül egy nő, hogy végül megfosztották a szabadságától. Társadalmilag néha nagyon keményen ítélkezünk, mert azt mondjuk, hogy ez a nő elesett, és most megint elesett. Amikor ugyanis kiszabadul innen, akkor nincs semmije. Így gyakran a legnagyobb védelme a börtön. Nelly nővér számára az alapítvány egy lelkészség a börtönön belül, ahol a rabok még a szentségeket is megkaphatják. Az elmúlt 5 évben 700 nő vett részt a programban, és csak 5%-uk tért vissza a börtönbe. Nelly nővér reméli, hogy a Zayed díj elnyerése segít majd az alapítvány chilei és nemzetközi kiterjesztésében. ...2024 elején Ferenc pápa a béranyaság egyetemes betiltására szólított fel. Un bambino è sempre un dono. E mai l'oggetto di un contratto.
Néhány héttel a beszéd előtt Olivia Maurel levelet küldött a pápának, amelyben arra kérte, hogy nyilvánosan foglaljon állást a béranyaság ellen. Most őt tartják a történelmi jelentőségű felhívás egyik motiválójaként. Az ő hangja valóban az erkölcs hangja, amelyre sokan hallgatnak, még azok is, akik nem hisznek. Ő a közjó egyfajta lelkiismerete. Nekem személy szerint nincs hitem. A neki írt levelemben is megmondtam, hogy ateista vagyok. Azonban, ha Istenben nem is hiszek, abban igen, hogy a pápa szava túlmutat a hiten. Olivia Franciaországban nőtt fel, de Kentuckyban született béranyától. Ezt csak felnőtt korában tudta meg. Olivia azt mondja, hogy a béranyaság csak negatívan befolyásolta az életét. Az, hogy nem tudtam, honnan származom, vagy honnan származik a vérem egy része, sok mentális nehézséget okozott nekem, például depressziót. De hangsúlyozza, hogy a béranyaság nem csak neki, hanem világszerte számtalan nőnek és gyermeknek árt. A gyakorlatot gyakran hírességek és gazdagok alkalmazzák, mivel az Egyesült Államokban akár 150 ezer dollárba is kerülhet egy nő méhének bérlése. A kereskedelmi béranyasági ipar jelenleg milliárdokat ér, és növekvő tendenciát mutat. A béranyaság, ne feledjük, elválasztja a gyermeket születésekor az anyjától, és ezt a gyermeket teljesen idegeneknek adjuk oda. Rengeteg pénzt keresnek ezeknek a nőknek, ezeknek a gyerekeknek a kárán, és sok országban hagyjuk, hogy folyjon az emberkereskedelem, mintha ez normális lenne, csak azért, hogy kielégítsük a párok gyermekáldás utáni vágyát. Olivia ma már feleség és 3 gyermekes anya, és bár béranyától született, ma olyan szervezetekkel dolgozik együtt, amelyek célja, hogy világszerte véget vessenek ennek a jelenségnek. Következő adásunkban Ferenc pápa egészségi állapota, itt a Római Riportokban.